klíma védelem, a fenntarthatóság kérdése, az azért fontos, hogy a természetet, ami egyébként Németországban egy fontos építőköve a turisztikai ajánlatoknak, tehát hogy ezt a természetet, ezt megtartjuk, és legalább olyan szinten adjuk tovább az utánunk jövő generációknak, mint ahogy azt megkaptuk. Picit belekapcsolnám most Miskolcot is, hogyha már te is említetted ezeket az építőköveket. Tehát én azért nagyon sok hasonlóságot találok például német területek, német destinációk és mondjuk Miskolc között. Én ugyanígy mondtam volna, hogy te ezt előbb elmondtad, hogy Miskolcot komplexul kell kezelni, tehát én ráadásul 5 építőkőből építeném fel, hiszen ugye van egyszer mondjuk a miskolci barlangfürdő, akkor van ez az ehető erdő témakör, de ehhez hozzátenném mondjuk a szénégetőket, a voksákat, ugye az első kohókat, ugye, amik ugye itt voltak, amik szintén érdekesek, és Németországban nagyon divatos ez, hogy különböző régiók ez az ehető erdő projektet viszik már több éve. Tehát azt jelenti, hogy nem csak mondjuk, hogy milyen ételeket adnak az erdők, hanem mondjuk kialakítanak a földön olyan kis ösvényeket, ahol mezitláb lehet végigmenni, és meg lehet jegyezni, mi az, hogy a kőlevelen mész, mi az, hogyha a vegyes levélen mész, a köveken mész, hogyha homokon mész, akkor ki lehet próbálni például interaktív módon, nálunk is meg lehet csinálni mondjuk a voksákat, hogy működtek annak idején, esetleg úgy megcsinálni, hogy azt az illatot is érezze az ember például, amit a kohók például kiadnak magukból. Tehát ez az egyik, ugye a Miskolc-szapolcai barlangfürdő, amiből ugye nem kell mondanom, hogy a világ szinten is egyedülálló természeti fenomén, természeti jelenség, akkor Miskolc történelmi belvárosa, a Diósgyőri vár, és én még hozzávenném azt, ami még Magyarországon nem nagyon divat, de Németországban nagyon erősen jelen van, ez az ipari műemlékeknek a rekultiválása. Hogyha most gondoljunk bele abban, hogyha egy kicsit más marketingpolitikát folytatott volna ez a destináció az elmúlt évtizedekben, akkor amikor a közelmúltban ugye Miskolcon történt egy komoly tragédia, nevezetesen a barlangfürdő sajnálatos módon leégett, akkor nem lennénk egyfajta padhelyzetben, hogy de hát nekünk van másik három destinációnk is, és mégsem jönnek ide a vendégek. Tehát ezt egy picit más irányba szeretnénk eltolni, mi azon dolgozunk, hogy mindegyik destináció megkapja azt a kommunikációt, amire igazániból érdemes, és bemutassuk a külvilágnak, hogy érdemes Miskolcra ellátogatni, akkor is, és abban az időszakban is, amikor esetleg éppen a barlangfürdő nincs. Most nem kell túl messzi, távoli példát felhoznom. Nekünk van Miskolcon egy 3 évvel ezelőtt átadott nyugat-európai színvonalú, nagyon klassz élményfürdőnk, ugye az Ericsson élményfürdő, de sajnos nagyon kevesen tudnak róla, mert gyakorlatilag annak is elmaradt a kommunikációja. Tehát ilyen egyszerű dolgokra gondolok, és még csak Miskolc-szapolcánál tartottunk, de sorolhatnám ugye a Miskolc-szapolcán azon kívül a belváros, ugye a történelmi Avassal, Diósgyőr, illetve Lélefüred, ez a 4 destináció, ami hagyományosan Miskolc önállóan értelmezhető turisztikai destinációit jelenti.